Őcsényben az elmúlt években közel 1 milliárd forint értékben zajlottak fejlesztések. Ide tartozik a helyi általános iskola és óvoda felújítása, továbbá az önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése. Valamint a belterületi esővíz elvezetési projekt első üteme zajlik, mondta el Horváth István, Tolna megye 1-es számú választókerületének országgyűlési képviselője. Azt gondolom, hogy egy nagyon jó adottságú település Őcsény, de közel van Szekszárdhoz, nagyon sokan ide kiköltöznek, ezért is nagyon fontos, hogy a gyermekek, a családok számára olyan infrastruktúrák, olyan lehetőségek épüljenek, ami továbbra is vonzóvá teszi a települést. Ezúttal pedig sok család örömére a Magyar Falu Program pályázatán elnyert 30 millió forintból a település játszóterét is tovább tudta fejleszteni az önkormányzat. Itt többek között az általános iskolás gyerekek játszanak szinte minden délután. Ez a közösségi játszótér, aminek most az átadásán vagyunk, ez is ebbe a fejlesztési programba illeszkedik be, tehát mondhatni azt, hogy Őcsény igazi családbarát település. Horváth István hozzátette, Őcsény a Sárköz jelentős települése, fontos helyi közösségi értékekkel és hagyományokkal rendelkező falu, ahol egyébként a lakosság száma nem csökkent az elmúlt években, sőt egyre többen költöznek ide.